Mint arról korábban beszámoltunk, a közelgő négyes fogadhajtó világbajnoksághoz kapcsolódóan teljesen felújítják az Eger és Szilvásvárad közötti 25-ös számú főút 22 km hosszúságú szakaszát. A kivitelező cég tájékoztatása szerint a szakaszon három különböző magasságú vasúti híd is található, a legkomplexebb munkát itt végzik Szarvaskő környékén. Mivel korábban nem volt meg a minimális 4,5 méteres magassága a hidaknak, évekig közlekedési korlátozás volt érvényben. Ezt a problémát orvosolják most a felújítás kapcsán azzal, hogy a pályaszintet mintegy 20-60 cm-rel lesülyeztik. Ehhez a teljes úttestet ki kell mélyíteni az adott szakaszon, és új pályatest építenek ki vízelvezetőkkel. Maga a pályaszint csökkentésnél a régi burkolatot el kell bontanunk, és új pályaszerkezet, zúzott kő útalap fog épülni, geotextília megerősítéssel, illetve három réteg aszfalt beépítéssel. Hozzátette, várhatóan augusztus végéig elkészül a teljes rekonstrukció, a mintegy 22 kilométeres szakaszon, addig is félpályás útlezárásokra kell számítani, és többnyire jelzőőrös irányítással lehet közlekedni, kivéve a felüljáróknál, ahol jelzőlámpák segítik a közlekedést. Okay. Ezeken a helyeken a közeljövőben is fennmarad a félpályás korlátozás, csak a forgalmat átvezetik a befejezett úttestre. A felújítás teljes szakaszán sebességkorlátozás van érvényben, ezért fokozott óvatosságra intik a vezetőket, akiknek a türelmüket is kérik az esetleges torlódások miatt.